Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit szeptember 15-én, kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban a Szabad Színház nagyszerű színházi sikeréről számolunk be, majd ellátogatunk az Aranybulla művészeti napokra, végül pedig egy beszámoló következik a Somorjai Ferenc hangversenybérlet sorozat első előadásáról. Tartsanak velünk! A Pánik című darabjával tért vissza Miki Milliáho a Szabad Színház színpadára. Ugye emlékeznek rá, hiszen erről beszámoltunk, hogy a világhírű szerző Pánik című darabját Nagy Judit rendezésében láthatták. Most nézzünk meg egy beszélgetést Nagy Judittal, illetve egy beszámolót erről az előadásról, annál is inkább, hiszen nagyszerű sikert ért el a komlói színházi találkozón a Szabad Színház. Mit keresel? Piáta? Annál, hogy Piáta. Sehol se találtam a pénztárcámat. Ez a taxis, ez meg csak verte itt nekem a nyálát, amikor nem emlékeztem erre a te új címedre. Egyébként ez valami ipari park, vagy ilyesmi? Ja, vagy ilyesmi, igen. Új bemutató a Szabad Színházban. Nagy Judit rendezésében a káosz után Mika Milliáho trilógiájának második része a Pánik is színre került. A groteszk, a komikum és a valódi, halálos komolyság között játszódó, váltakozó hangulatú darab három látszólag sikeres 30-as férfiról szól, akik képtelenek megbirkózni köznapi gondjaikkal. Bár köznapi problémákról volt szó, de nagyon-nagyon nehéz volt a próba folyamat. Megszenvedtünk vele, noha a szereplők nagyon jól ismerik egymást, de pontosan ezeket a hétköznapi mérgeket kibontani magunkból színészileg is épp olyan nehéz feladat volt, mint ahogy a nézőknek nehéz lesz, hiszen igazi kukkoló színházat akartunk létrehozni, egy szobában játszódik a történet, tehát akár velünk is megtörténhet. A hétköznapi mérgekről, gondokról, a kiégettségről, a kilátástalanságról szól. Ezen mindenki átesik a korának egy bizonyos időszakában. Hát ez a három férfi a 30-as éveiben esik át ezen a problémán. És hát, bocsinálta, pszichológusként megpróbálják orvosolni egymás problémáját, és különböző stresszkezelési technikákat próbálnak megosztani egymással, pontosan, mint amikor három férfi vagy négy leül sörözni, és beszélgetnek, mert valamelyik valami nagyon fontosat el akar mondani, aztán lehet, hogy az egész este alatt nem kerül erre a valami fontosra sor, de hát jelen esetben sor kerül, és hát ez nagyon-nagyon nehéz volt számunkra is, tehát, hogy nem volt egyszerű próbafolyamat, megkilódtak vele a fiúk rendesen lelkileg, pedig mondom, nagyon jól ismerjük egymást. Ez már a Mari is mit szólna? Hazahúzod a csíkot, kész! Csak hogy én nem mehetek haza. Mert Mari úgy tudja, hogy üzleti úton vagyok Berlinben. Mi van? Berlinben. Na jó. Főzök neked szépen egy kávét. Attól majd felébredt. Értsd meg, hogy nem tudok aludni, hogyha valaki így szuszok. És te ráadásul még horkolsz is, vagy nem tudom, régen horkoltál. Az idősebb fivér Max a tervező grafikus szerepében Balog Mihály, testvére a tévés celebet alakító Szabó Miklós Bence és a barát Leóként bemutatkozó Kovács Máté egyaránt lubickol a kor, ember és alapos állapotismeretet igénylő köznapi, tanástalan vergődéssel átszűrt, de mégis nagyívű történetben. A srác, akit én játszom, nem rég esett túl egy szakításon, illetve nem teljesen tudni, hogy mióta él egyedül, de az biztos, hogy egy ideje bezárkóz valakik a saját lakásában. Kicsit neurotikus, de ugyanakkor valahogy mégis egyfajta tagadás státuszban van a srác. Tagadja azt, hogy neki bármi problémája lenne, azt pláne tagadja, hogy ez az ő hibája is lenne. És nagyon bezárkózik, és nem nagyon hallgat meg senkit körülötte, mindig más a hibás. Úgyhogy a fő ellenvonása talán egy kicsit, hogy ilyen dacos
dacos a srác, és nehezen látja be, hogy neki is vannak hibái. Át kell gondolnom a dolgokat. De hát milyen dolgokat, kérdeztem én. Miről ő azt mondta, hogy úgy látja rajtam, hogy nem vagyok tisztában az érzéseimmel, és rendbe kéne raktam a gondolataimat. Hát ezt meg hogy gondolhatta? Ugyan már, Max. Hogy rendeznem kell magamban a gondolatokat. De hát milyen gondolatokat? Ráadásul én szeretem. És aztán leugrottam egy sörre, és hát rögtön elkezdtem gondolkodni. A darabot a romokban heverő életek, a pszichés zavarok láttatásában valósághű alakítások teszik teljessé, a nyiladozó értelem és a teljes zavar közti átmenetet. A pszichológiai fogócskában természetesen mindhárman üldözöttek maradnak, áldozatok, kiút nélkül. Leo időnként potenciális önpusztítóként fenntartja a groteszk, sötétebb szólamait is. Én vagyok tulajdonképpen középen karakter szempontból a darabba. Tulajdonképpen én egy abszolút úgymond mindennapi karaktert játszom, egy mérnökembert, nem egy sztárt vagy egy grafikust, hanem tényleg a mindennapokból egy mérnökembert, akinél végül bemutatjuk azt, hogy ugyanazok a problémái ott legbelül megvannak, amiket eddig elfojtott, ami sajnos nagyon sokunknak. Az én karakteremnek speciál az élettársával egy összeveszés, és egy nem, tulajdonképpen nem egy kielégítő kapcsolat, amire Leo, akit játszom, rájön, és amíg ő végig ilyen reális és materialista gondolkodású volt, most tulajdonképpen ő teljesen összeomlik, és megmutatja, hogy lehetünk akár mérnökök, vagy akár előadóművészek, vagy akár mi, mindenkiben benne vannak ezek az érzések. Van, aki jobban elfojtja, az én karakterem például abszolút elfojtja, mert csak úgymond csőlátással látja a dolgokat. Viszont igenis legbelül emberek vagyunk, és ezek a jellemvonások mindenkin kijönnek. Na, szóval valami problémád van a Marival, de hogy fontos nem elfelejteni, hogy ez nem csak a Marinak a problémája, hanem a ti közös problémátok, mert amikor találkoztatok, belőletek lett egy egység, érted? Tudsz követni? Rövid magánszámaiból kiderül, hogy Johnny a képernyősztár tudja, mitől döglik a lőd. Ebből a majd csak kilábalunk belőle irányból penderül a hármasba, hogy önmagát hergelve kezdjen pszichológiai fogócskába a szeretett, de lenézett bratyóval és a halottnak titulált cimborával, a tanástalan szerelmi vergődővel. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, meg beszélgettünk arról, hogy hogyan tudnánk egy-egy jelenetben megcsillantani azokat a pontokat, ami mondjuk egy-egy karakter életében változást jelenthet. Ugye nagyon nehéz dolgunk volt, mert egy szobában játszódik gyakorlatilag az egész történés, ugyanaz a három szereplő van, és közben pedig zajlik a történet, és az egyik pillanatban még úgy tűnik, hogy mindenki jól van, jól érzi magát, az a következő jelenetben már korán sincsen így, hiszen az idő az közben múlik, és ebben volt nekünk nagyon nehéz dolgunk. Erről beszélgettünk nagyon sokat, részt technikailag, hogy lehet megoldani, hogy ott a karakternek a jelen fejlődésében mik történhetnek. Próbáltuk végig gondolni azt, hogy egy-egy ilyen szituációt mindenkinek az adott karaktere az hogy él meg, hogy egy filmre, amit megnéznek, arra hogy reagál. Ennek kapcsán egyébként közösen tartottunk közös filmnézéseket is a próba folyamat során, úgyhogy nem volt egyszerű dolgunk, elég bonyolult volt, de hát remélem, hogy sikerült megoldanunk. Nagy Judit rendezésében megtestesíti Mika Méliáho gondolatait, amelyben a trilógia olyan nagyon is köznapi valóságot mutat, amelyben a három fiatal egyként parádézhat, kikacsintva a nézőre. Mit keresel itt? Piáta? Annál, hogy Piáta. Az elmúlt év májusában már arról beszélgettünk, hogy ez a Méliáho darab, a pánik mindenképpen siker lesz. Így is történt itt a Szabad Színházban. Én azt hiszem, hogy hát nem példátlan, de mindenképpen egy veretes siker volt, és hogy ennek van jövője mindenképpen. Hát így is történt. Gratulálunk mindannyiunk nevében a Komlói, hiszen ez egy tradicionális fesztivál, ahol ott vannak a jeles képviselői is, úgyhogy gratulálok.
Köszönjük szépen a gratulációkat. Azt hiszem, hogy el lehet mondani, hogy ez nem egy szokványos próbafolyamat eredménye, hanem tényleg egy 10-20 éves projekt eredménye, hiszen ezek a fiúk az utánpótlás nevelésben nőttek föl, jól ismerik egymást, és láttuk már őket több sikeres produkcióban, együtt is, külön is, de így együtt szerintem most érett meg a három férfi arra, hogy ilyen robbanásszerű sikert hozzon a színpad történetébe. Ugyanakkor azt tudnunk kell a Komlói Fesztiválról, hogy nek múltja van, jelene és jövője is, hála Istennek. Így van, most volt a 6. Komlói Fesztivál, és hát én végtelenül boldog vagyok, hogy Hoppál Péter államtitkár úr úgy nyilatkozott a kultúráról, és azon belül is a színház művészetről, hogy ez milyen, micsoda egy közösségépítő folyamat, és mekkora nagy szükség van rá, és tényleg támogatólag lépett föl, és ez nem egy kis pénzből megvalósított fesztivál, nem is akkora a fesztivál nyilván, mint egy nagy sportrendezvény, de mondjuk a független színházi fesztiválok sorában ez egy jó költségvetésű fesztivál, és a jövőt illetően is abszolút bizakodásra adott alkalmat, hiszen megkérdeztek bennünket is ebben az évben, hogy merre fele fejleszék a fesztivál irányát. Hát én most kénytelen voltam az ötleteimet Komlón megosztani, mert már többször próbálkoztunk Székesfehérváron ilyen utcaszínházi fesztivállal például, ami a kült jól kiegészíteni, de hát ha erre itt nincs fogadókészség, akkor azt gondolom talán máshol lesz, és ez például ott egy jó továbblépési lehetőség volna. Visszatérve a darabhoz, mennyire jelent ez megerősítést a rendezőtnek, hiszen azt tudjuk, hogy a szereplőknek mindenképpen, hiszen ez egy remek elismerés, amit kaptak. Igen, hát nagyon boldog vagyok. Egyrészt az utánpótlás nevelésnek a visszacsatolása, igazolása, hogy ennek van értelme így csinálni. Másfelől pedig tényleg annak a kiváló szakmai munkának, amit az elmúlt 10-15 évben a Szabad Színház minden tagja és minden rendezője szem előtt tartott, hogy a minőségi produkciókra törekvő, és nyilván ehhez hozzájárult a város támogatása az igézővel, mert azt lehet mondani, hogy a bomba biztos 3-4 ezres közönségből duplájára tudtunk lépni azzal, hogy van az igéző, sőt, hát a többi programmal együtt az igézőben a látogatószám 21 ezer, szóval ezt soha nem értük volna el, azt gondolom, egy másik művelődési házba, ami egy városrészi területen van, tehát ez is kellett hozzá, és hát kellett hozzá nyilván az is, hogy megtanuljuk a fesztivál szereplés menedzselését, mert ez egy másik műfaj, ez olyan, mint amikor olimpiai felkészítés folyik, vagy a Monteverestet akarja valaki megmászni a csúcstámadás előtt, szóval itt logisztikailag, fizikailag, szellemileg, lelkileg, energia szempontjából topon kell lenni, csak így jön össze. A hagyományos Aranybulla művészeti napok keretében képzőművészeti kiállítás nyílt az Öreghegyi Közösségi Házban. A tárlaton 27 székesfehérvári művész a koronavírus járvány idején készült alkotásait láthatták meg. A látogatók szombaton pedig a Zsigmond Dala Énekstúdió tanítványainak fellépésével zárult a program. Az esten a fiatalok egy remek koncerten mutathatták meg a közönségüknek, mi mindent tanultak az énektáborban. Jaj, a mának itt a múlt. Akár Újházi Péter alkotásának felirata is lehetett volna a mottója a Székesfehérvári Művészek Társasága Karantén After című kiállításának, amelynek az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont az Aranybulla művészeti napok keretében. A tárlaton a koronavírus járvány ihlette alkotásokat mutatták be a nagy közönségnek. 27 székesfehérvári művészt állít ki jeles napon. És tulajdonképpen azokat az alkotásaikat látjuk, amiket ők megéltek a karantén alatt. Nyilván egy ilyen művészi magányban, zárkózva, burkolózva, de ugyanakkor ez elhozott nekik egy művészi szabadságot is, és egy gondolkodást, hogy gondolkodnak a
karantén időszakáról, mit élnek meg a karantén alatt, ezt prezentálják nekünk. A megnyitó megosztotta gondolatait a művészetbarátokkal, Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója is, aki a két művészeti ág virtuális összekapaszkodásának ívét foglalta össze a karanténtárlat kapcsán. Azt gondolom, minden alkotás kortárs alkotás, a jelenbe születik, műfajtól függetlenül, és a multidézés is a jelenről szól, hogy mi a jelenben hogy látjuk a múltat. Aztán, hogy milyen lesz a jövő, azt nem tudjuk. Mi formáljuk, és a jelenben. Tehát nagyon fontos a táncművészet is, ugye magam szférájánál maradjak, a jelen művészet. A jelenben születik a mozdulat, a koreográfia is, és aztán a jelen pillanattal el is múlik, hogy rajzolunk a térbe. Ez a handicapja a táncművészetnek. Amik itt láthatok mögöttem, mellettem, csodálatos alkotások. Más rendeltetésük van olyan szempontból, hogy megmaradnak. Tehát meg lehet őket nézni, meg lehet tekinteni akár 100-200 év múlva is. A csoportos kiállítás kurátora Kis László annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a székesfehérvári alkotók számára a pandémia időszaka egy átgondolt művészi kitárulkozásra adott lehetőséget. Meglepően sok alkotó hozott munkákat. Nekem mániám az, hogy én azt gondolom, hogy egy kortárs művésznek reagálnia kell a körülötte zajló eseményekre, és nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogy a társaság így közösen elmondott valamiféle véleményt. Tehát nyilván mindenki a saját kottájából játszott, de imádom azt, hogy egy bizonyos dologra, ami körülöttünk zajlik a világban, reagáltunk, és közösen tudtunk reagálni. A tárlat egyik művészet óta Adrien Lao Tse, a kínai filozófus gondolatát idézte meg, ami hűen tükrözi a karantén időszak rejtett valóságát, ami most az Öreghegyen törhetett utat magának. Az út örök és tétlen, mégis mindent végbe visz észrevétlen. Az Aranyból a művészeti napok keretében a zárónapon rendezték meg az Öreghegyi Közösségi Házban a Zsigmond Lala Énekstúdió táborzáró gála műsorát. A koncerten több mint 30 fiatal tehetség lépett színpadra. Egy héten keresztül gyakoroltunk minden nap reggel 9-től este 9-ig. Itt voltunk Öreghegyen, és folyamatosan ment az éneklés. És még az is kell hozzá természetesen, hogy a gyerekek nagyon lelkesek legyenek, tehetségesek legyenek, és szeressék csinálni az egészet, az éneklést. Nagyon fontos, amit mondtál, hiszen a tehetség elengedhetetlen. Mi az, amit a hétköznapokon át tudsz nekik adni, hogy aztán a későbbiekben ezt hasznosítani tudják egy ilyen fellépésen? Én igyekszem mindazt a tudást átadni, amit én kaptam az én saját énektanáraimtól, akiktől tanulhattam. Hál' Isten azért egy-kettő énektanárnál is megfordultam, és azokat a különböző praktikákat, technikákat összegyűjtögettem, és azt mind próbálom átadni a gyerekeknek. Nyilván ez idő, de nagyon lelkesek és kitartóak, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Szóljon nekünk a hold! Ez az egész történet példaértékű mindenképpen. Ez lehet a jövő útja, hogy egyre több fiatalt megnyerni a zenének általában, hiszen nyilvánvaló, hogy nem mindenkiből lesz majd előadó művész, de azért nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzanak. Pontosan, minél többet foglalkoznak a zenével, annál jobban fogják szeretni, és nekem is ez a célom. Nem feltétlenül szeretnék én mindenkiből énekest és sztárt faragni, hanem az is nagyon fontos számomra, hogy megmutassam nekik, hogy milyen a jó zene, megtaláljuk azt a stílust, amit nagyon szeretnek, és ezáltal majd a későbbiekben is fognak koncertre járni, előadásokra járni, úgyhogy nekem ez az elsődleges célom. Amellett persze, hogy az igazi nagy tehetségeket pedig kifaragjam és kicsiszolom. Hogy minél jobb énekesek legyenek. Van, hogy elesem, néha feladom, tudod nekem, te vagy az etalom, gyere közelebb, veled akarom, s ha a tegnapok ülnek a nyakadon, költözzünk fel a felhőkbe, csak benne bízom az égre, írom a szívünk, legyen nem nőbe, soha
Kutai Laura egy tündérszép kicsi lány a Láss belém című dallal bizonyította, hogy szép jövő előtt áll. Nagyon sokat tanulunk, és közben játszunk is, és nagyon jól érzem magam. Milyen dalt választottál nekünk ma? Láss belém. És miért? Mert szeretem, és jó. Beszélj egy kicsit arról, hogy mi mindent tanultok itt, amikor a Zsigmond Lala tanít benneteket. Hát énekelünk, és közös dalokat is tanulunk. Mester Panna Merida a Szívünk az égig száll című dalával dobogtatta meg az érteszorítók szívét. Nagyon sokat tanultam, mióta itt vagyok. Jó sokat éneklünk, de közben játszunk is. És nem erőltetjük meg annyira a hangunkat. Vannak komoly terveid az énekléssel? Hát, nem tudom, attól függ, hogy alakul. Egy nagyszerű dalt választottál, mesélj nekünk erről a dalról, miért ezt választottad? Hát, mert az ilyen lassú, és én inkább a lassú a dalokat szeretem. Zsigmond Lala és a tábor résztvevőinek törekvése, hogy a dallal szintet lépjenek és olyan közösséget alkossanak, amely a későbbiekben is sokat jelent számukra, maximálisan bevált. A közönség pedig bizonyosan kimondhatta az énekes csapattal együtt, jövőre veletek ugyanitt. Folytatódott a Somorjai Ferenc hangversenybérlet sorozat, az Ars Oratória kamarakórust Pad Zoltán Lézdias karnagy vezényelte. Hosszú szünet után a Szent István Művelődési Házban folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Somorjai Ferenc hangversenybérlet sorozata. A repertoáron 5 zeneszerző romantikus műve csendült fel az Ars Oratória kamarakórus előadásában. Most indítjuk a Somorjai hangverseny sorozatunkat, de hát ez már a meghirdetett harmadik előadás, sajnálatos módon az első kettő elmaradt a tavasszal. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy ez a koncert meg tud valósulni, hiszen most is egy rendkívül bizonytalan helyzetben vagyunk. A mai koncert egy kóruskoncert, ugye ez a bérlet olyan szempontból megújult idén, hogy, illetve már tavaly megújult azzal, hogy kóruskoncert is helyet kap ebben a sorozatban. Az Ars Oratória kamarakórus a mai napon egy világi műsort tűzött a koncert programjául, ebben a címadó, a Liebeslieder, vagyis a szerelmi dalkeringők, amelyet Brahms írt. A negyedik koncert decemberben várható a Cister templomban, ahol Dinnyi Soma vezetésével a zenekar, illetve a rádió gyerekkórusa fog fellépni. A régen várt klasszikus zenei estre a szerelem témáját körbejáró izgalmas programot állított össze az Ars Oratória kamarakórus, amelynek karmestere a Lisztdíjas Pad Zoltán volt, közreműködött két korszakos zongoraművész, Farkas Gábor és Lajko István. Nagyon érdekes műsorral készültünk, és az a legszebb az egészben, hogy ez a hangverseny már kezdetet fogva ide volt tervezve szeptember 10-ére, úgyhogy egy nagy öröm, hogy ez meg tud valósulni. Csupa különlegességet fogunk bemutatni. A második félidő talán jobban ismert, ott a Brahms-tól a Liebeslieder Walzer, tehát a szerelmi dalkeringők mennek majd, ami csupa háromnegyedben leírt
mű, köztük egyébként Petőfi szövegre is komponált Brahms, az Reszket a bokor, mert madárka szállott rá kezdetű versnek egy német nyelvű fordítását dolgozta fel Brahms, zárójelbe zárva. De a műsor első részében viszont csupa olyan akapella darabok mennek, amelyek Magyarországon talán még soha nem csendültek fel. Például elhangzik Janáček-tól, Leos Janáček, egy cseh zeneszerzőtől egy vegyeskori ciklus, amelyet utól még itthon soha nem mutattak be, ezt csehül fogjuk majd énekelni. Ezen kívül Sibeliustól Rakastava címmel, azaz a szerelmes címmel hangzik el egy kórusmű, és rajta kívül még Gustav Holst, akit a Planéták révén ismerünk, de itt most egy kórus darabjával mutatkozik be egy népdalfeldolgozással, valamint Vaughan Williamstől szól még egy mű. Tehát szerintem nagyon izgalmas és sokszínű műsort próbálunk bemutatni. Központi témája a szerelem egyébként ennek a műsornak. A Sibelius műben például van egy idézet, ami egy kicsit hasonlít a Kalevalára is, tehát egy finn népi szöveg, egészen gyönyörű szöveg, hogy szürke a kő és virágtól mentes a rét, de hogy a kedves erre jár, akkor ez a rét ötször olyan virágos tesz, mint a másik, illetve a lápi virágok is kinyílnak, a szikla ötször olyan erősebb lesz, mint a másik, és egyáltalán mindenki világosodik, és minden szép lesz. Az este nem maradhatott el a koncerthez kapcsolódó beszélgetésem, az Eszmék és Muzsika így egyben műsorvezetőjeként Bősze Ádámot, a Bartók Rádió munkatársát köszönthettük, akinek vendége a sokat látott legendás labdarúgó Külajos volt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!